Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 24-én. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő gondolata, mit tervez a közeljövőben. Ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. Ő most nagyon elgondolkozik a múltján, és fáradtnak, letörtnek érzi magát. Valami miatt nagyon szomorú, de ez nem a jelenlegi helyzetre utal, hanem a múltjára. És most bepillantunk az ő érzelmi világába. Ő érzi azt, hogy itt kinyílik egy új kapu. Egy új lehetőség, ami számára nagyon értékes. Ez kihat a párkapcsolatra, de lehet egy új kezdet a munkáját illetően, hiszen az érmék utalnak anyagiakra, a munkájára, de az érmék jelentik a belső értékeket is. Te értékes vagy számára, ő hisz abban, hogy itt nyílik egy új lehetőség kettőtök számára is. És most megtekintjük azt, hogy mit közöl veled. Itt lesz köztetek hamarosan kommunikáció, amit ő elvár tőled, hogy keresd a kapcsolatot, a beszélgetést, és hozz fontos döntést vagy döntéseket. A napi kártya itt középen található, és a csillagok szerencsét hoznak. Amit még ez a kártya közöl, ez a csillagképek, tehát asztrológia vagy spirituális terület. Amit ez a kártya még jelent, most van egy jó kezdet, egy jó időpont valamit tisztázni kettőtök között. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen álnéven. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!